Ma február 15-e van, tegnap Valentin napkor készítettem egy ilyen mulatságos kis posztot, amit hírlevélben talán meg is kaptál. A chatgpt vel játszottunk Valentin nap alkalmából. Sokan megdicsérték, hogy nagyon tetszik nekik, és érzéseket váltott ki mindaz, amit itt műveltünk szövegben, meg képekben. De most nem is erről akarok most beszélni hanem egy nagyon fontos sorozatot szeretnék elindítani. Mégpedig arról, hogy, hogy mi is ez a hangdala, és hogy miben tud segíteni neked, miben segített eddig az eddigi működésének 20 évében. Ugye a hangdala módszer egyébként 2003-ban alakult ki, már a mai formájában, és 2004-ben volt az első hangdala énektanfolyam, és amit el szeretnék mondani erről, az az, hogy már kezdettől fogva, tulajdonképpen nem, á, nem árultam el az embereknek, és nem beszéltem erről, de ez egyfajta énekterápia volt már a, a legelső pillanatban is, és én mélységesen tudatában voltam az énekterápia hatásának, a hang, hogy a hangdala az tulajdonképpen, egy mérható változást indít el az emberekben, de ezt nem hirdettem, nem mondtam, most fogok változtatni ezen, ebben a pillanatban változtatok, és tulajdonképpen a rengeteg élmény élménybeszámoló, ami a hangzala oldalon mondjuk legalább a fele fönt van, tehát egy olyan ezer van fönt, azok visszaigazolták ezt a gondolatomat, és én nagyon boldogan olvastam azt, hogy tulajdonképpen amit gondoltam, hogy ez javítani fog az emberek állapotán, ez valóban így van. Tehát tulajdonképpen most sem változott semmi, tehát akik jönnek hozzám, a legfőbb célom mindig is az, és azt hiszem, hogy el is érem ezt a célomat, de majd te megerősítesz benne a hozzászólásodban, válaszodban. Tehát a legfőbb célom az az, hogy, hogy jobban legyél, és hogy ez tartossá váljon. Tehát miben legyél jobban? Mitől tud egy énektanfolyam vagy egy magánénekóra? vagy a jövőben nem sokára bevezetett újfajta uh, izgalmas uh, éneklés, énektanulási lehetőségeket, amiket majd most már benne van a fejemben, de még nem árulom el, hogy mi az. Tehát, hogy ezek miben segítenek neked az életben? Miért lesz könnyebb élned az életedet? Hát ugye nyilván az, hogy megtanulsz hangot adni, és megtanulod az érzéseidet, a testedet áramlásba hozva, áramló és érzéssel teli hangot adni, ez fokozni fogja az önbizalmadat, ez egészen biztos, ugyanis egy fontos tevékenységük az, hogy áttörjük a zártságnak az akadályát, áttörjük azt, hogy, hogy az ember visszatartja a lélegzetét, a hangját, az áramlásait, és vá, tehát megtanulunk tisztán cselekedni hanggal, lélegzettel, áramlással. Tehát ezáltal nő az önbizalmad, a bátorságod, mered hallatni a hangodat, mered megmutatni magadat és felvállalni önmagadat, hát, hogy ez hatással van-e az életedre? Hát erre azt hiszem, hogy tudsz válaszolni. Szerinted hatással van az életedre, hogyha nő az önbizalmad, a bátorságod, jobban tudod hallatni a hangodat, jobban tudod kifejezni magadat abban, hogy mit szeretnél, mit nem szeretnél, nyilván hozzáteszem a művészi munkát, jobban tudod megismerni, hogy mit szeretnél. És akkor ezt fölvállalod, és képes vagy felvállal, felvállalni, akár egy konfrontációs helyzetben, de egy nem konfrontációs helyzetben is. Tehát szerinted ez hatással van az életedre, a pénztárcádra, a, a sikereidre, a boldogság szintedre, az érvényesülésedre? Nem is tudom, hogy mit mondjak. Még, tehát hogy mennyi, mire van hatással. Egyébként érdekel is a véleményed, hogy nálad mit ad az énektanulás, vagy az éneklés, vagy a hangdala, mit adott neked. Úgyhogy kíváncsi vagyok nagyon, hogy mit fogsz mondani erre, mert itt össze is szeretném gyűjteni mindazokat a gondolatokat, és véleményeket, és tapasztalatokat, amit te értél meg. Na, most akkor egy másik ilyen terápiás hatás az az érzések területéről jön, mert ugye. Nem, nem is sejtjük, hogy mennyire fontos az érzelmi világunknak a megélése és a kifejezése. Tehát, hogyha az érzéseinkben maradnak, soha nem fejezzük ki rendesen az érzéseinket, nem merjük kifejezni, nem tudunk hangot adni. Azt sem tudjuk, hogy hogyan adjunk hangot az érzéseinknek. És ugye pont ez az, amit egy ének tanfolyamon, vagy egy magánének órán, vagy a jövőbeli izgalmas hangdalákban fogsz ugye, megváltoztatni, megtanulni, hogy, hogy, hogy rátalálni az érzéseidre, kifejezni azokat, még pedig hanggal, testtel, mozgással, áramlással. Ez rengeteget számít, mert, mert ezáltal megtisztítod napi szinten a lelkedet. Tulajdonképpen egy ingyen gyógyszerről van szó. És ez nagyon sokat segít abban, hogy egyrészt ne alakuljanak ki betegségek, másrészt amik kialakultak, azok megtisztuljanak, visszaalakuljanak, meggyógyuljanak, ha tudnak. Nyilván lehet, hogy ahhoz több is kell, de mindenképpen segít az, hogyha az érzéseidet megtanulod megélni. Biztos hallottál olyan történeteket, amikor valakik úgymond gyógyíthatatlan betegségből, mondjuk meggyógyultak azáltal, hogy egyszer csak találkoztak az érzéseikkel, a gondolataikkal, rájöttek, hogy mi van a betegségük mögött, és amikor ki tudták mondani az igazat, megtalálták az igazat, akkor egy gyógyulás következett be. No, hát szóval ilyen, ilyen terápiás hatása lehet például a hangdalának. Aztán energetikai öngyógyulás következhet be. A hangképzés, az éneklés által, hát az előbb is erről beszéltünk, tehát azáltal, hogy mozgásba hozod magadat, mozgásba hozod az érzéseidet, gyakorlatilag egy spontán traumaoldó tevékenység alakul ki, és elkezdenek a traumák kioltódni. Úgyhogy nagyon nem mindegy, hogy ez hogy történik, jó, akkor ö, önismeret. Uh -huh. Ez ugye most divatos szó az önismeret, de rendkívül fontos dologról van szó. Tehát ahhoz, hogy a családban, vagy az érzelmi kapcsolataidban, vagy a munkahelyeden, vagy az iskolában, vagy akárhol te jól tud érezni magadat, jól tud megfogalmazni, hogy te mit szeretnél az életről, őszintén megfogalmazni. Nem azt, amit mások akarnak, hogy megfogalmaz, hanem ami belülről, belőled jön. És ez nem is olyan könnyű egyébként. Mert ehhez mi kell, hogy te meg tud fogalmazni és ki tud mondani azt, hogy mit szeretnél az élettől? Na, ehhez kell az önismeret. És, és ahhoz, hogy önismereted legyen, ahhoz pedig szükséged van arra, hogy legyen egy, egy szerszámod, amivel az érzéseidet meg tudod érezni. Megint csak ki tudod fejezni, meg tudod ismerni őket. És ezt nevezhetjük önismeretnek. Tehát akinek önismerete van, annak sokkal nagyobb esélye van arra, hogy sikeresen és boldogan élje az életét, mint aki még nincs az önismeret birtokában, vagy aki megpróbálja másoknak az életét élni. Itt a hangdalában, amikor én énekelni tanítom az embereket, így leesik róluk mindaz, ami nem ők, és elkezdenek önmaguk lenni, azok lenni, akik ők. Úgyhogy nem csak önmagadat ismered meg egyébként, ezáltal a hangdalás jobb vagy és tevékenység énekterápia által, hanem, hanem az egész világot, a világegyetemet, a fizikát, a világegyetem működését, a léleknek a működését, a testnek a működését is jobban megismered, és mindek, mindek közben nem csak megismered ezeket, és nem csak rájössz, hogy hogyan, például milyen nyelven beszél hozzád a lélek, az, az hogyan működik, az nem, nem szavakkal beszél, hanem valahogy máshogy. És amikor zenélünk, akkor ehhez a, meg nem is, ehhez a titokzatos nyelvhez közelebb kerülünk az éneklés zenélés által, mintha csak szavakat használnánk. Úgyhogy, és ráadásul mindez, mindeközben nem csak, hogy megismerünk, hanem úgy ismerünk meg, hogy kreatívan alkotunk, létrehozunk dolgokat, létrehozunk dalokat, felvételeket, élményeket csinálunk, élményeket alkotunk önmagunknak és másoknak. Úgyhogy ez, ha belegondolsz, ez elképesztő tevékenység. És a kreativitásban ugye, hát felszabadul a lelked. Ez egész egyszerűen, hogyha Megnyílik az út előtted, és ehhez kell az áttöréseket létrehozni. Tehát, ha megnyílik az út előtted, hogy, hogy, hogy alkotni tudját, tehát megnyitjuk a kreativitásodnak a forrásait, hát akkor ugye felszabadul a lelked, te is elkezded az életet alkotni, hozzáadsz az élethez ö, értéket, saját magadnak és mások számára is hozzáadsz értéket az élethez. És tele leszel, mivel leszel tele? Hát nyilván tele leszel lendülettel, életörömmel, vidámsággal. Tehát akik hangdalára jönnek, és ez már kezdettől fogva, tehát amikor én a hangdala módszert már csináltam, legyen az 2003, 2004 és azóta, most 2024 van, hát gyakorlatilag az embereknek az arca előtte megváltozik, így kisimul, fiatal lesz, mindenki gyönyörű lesz is fiatal, megfiatalodik. Megszépül. Úgyhogy ö, már a kezdet kezdet én is így tréfásan szoktam mondani, hogy mondom, mondom a hangdalát majd a kozmetikai ipar majd bepereli, vagy valami, valami lesz, mert elveszem a bevételüket azáltal, hogy megszépülnek az emberek a hangdalában. Úgyhogy ö, már említettem azt, hogy ugye mennyi öröm történik ilyenkor, aki alkot énekel, az boldog. Az biztos hallottad már ezt, hogy hogy, hogy az ember vagy fél, vagy, vagy szeretetben van, vagy félelemben van, ezt, ezt, szokták mondani. És egy olyat is szoktak mondani, hogy az ember vagy fél, vagy pedig énekel, de a kettőt egyszer nem lehet csinálni. Tehát amikor van, van egy-két útvonal, és vagy a félelembe kerülsz, vagy énekelsz. Úgyhogy ha például valaki énekel, akkor már nem fél. Ez, ez érdekes, nem? És van, amikor fontos, hogy a félelem ne bénítson le minket. És, nem, és, ha énekelni tudunk, ha mindazt, amit a hangdala megmutat abban, hogy hogy kell lendületben, mozgásba, örömteli, életteli állapotba hoznod magadat, akkor ott nagyon hamar megszűnik minden félelem, és helyette egy alkotó, boldog, lendületes életteliség lesz urrá mindenkin, aki ezt csinálja. És közben ugye rengeteg humort él át. Igen, a humor is terápiás, ezt tudjuk, ugye, hogy, 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 a humorral gyógyulni lehet, ezt szokták mondani kórházakban is, meg máshol is, hogy akit megnevettetnek, az hamarabb gyógyul. Hát azt hiszem, ez így van, mi rengeteget nevetünk a hangdalában. Aztán változatosság, igen. Tehát, tehát meg is tanítom az embereknek, hogy itt a hangdalában a hangképzés és az ének munka lényege attól lesz minden más, attól jobb vagy féltek is a hangdala, hogy, hogy belevisszük a változatosságot minden tevékenységünkbe, a mozgásunkba, a gondolatainkba, az érzés kifejezésébe, a hangadásba, a hangerőbe, Mindenbe változatosságot viszünk, és ennek is terápiás hatása van. El tudom magyarázni, hogy miért. Most csak egy mondatban hadd mondjak annyit, hogy a terápiák lényege, hogy mozdulatlanság van bennük. Na most, hogyha te mozgásba kerülsz, akkor érted, hogy mi történik. Elkezdenek a, a traumák megszűnni, kioldódni. De ezzel majd még foglalkozunk. Az egyik célom, hogy hogy akinek nehezebb traumái vannak, az is megszabadulhasson, és egyébként ehhez én tudok célzottan is ülést adni, és most rengeteget adok. Tehát most a utóbbi két hétben nem is tudom, valami 15 vagy 16 ülést adok. Tehát, hogy mert, mert megindítottam ezt a dolgot, hogy adok ülést először ingyen, egy mondjuk az első tíz embernek egy ilyen üzleti vállalkozásfejlesztési ingyenes kihíváson vagyok rajta, és nagyon élvezem, és nagyon jó, nagyon sokat segít. csontatilla és a felesége Noémi csinálják az idén sikeres vállalkozó leszek 2024, ISVL 2024. Próbálj felugrani rá, a Facebookon működik, a Facebookon történik, de ha esetleg lemaradtál róla, akkor is olvasgathatod a csoportban a posztokat, meg jövőre majd nem hagyott ki, mert szerintem nem érdemes kiadni. És akkor ez a, ez a, kihívás segített nekem abban, hogy, hogy a hangdala mellett igent mondjak a már régóta végzett terápiás tevékenységemre, és akkor csináltam egy videót ott az embereknek. Hát ha akarod, lehet, hogy lehet, hogy a blogpostba verakom, és akkor meg tudod hallgatni, egy fél órás videó lett. Hallgass meg, és ott elmesélem azt, hogy, hogy, hogy mit találtam, hogyan működik magamon, hogy, a, hogy segítettem vele, és másoknak hogyan segítek, és azt a végén azt mondtam nekik, hogy az első tíz ember, aki jelentkezik, annak adok ingyen ülést. Ez most így lehet, hogy elhamarkodott, de akkor azt mondom, hogy igen, akkor most rengeteg ülést adtam, tehát a, az első öt embernek, aki jelentkezik, vagy mennyi legyen első öt ember, az kevés, igaz? Jó. Oké. Okay az első hét embernek, aki jelentkezik, az első héten embernek ingyen adok újraegyesülés a lelkeddel módszer szerint ülést. Ez úgy működik, hogy, hogy nem csak úgy tapogatózunk, meg kutakodunk, hanem, hanem célzottan rákérdezek, hogy mivel van gondod, és akkor elkezdünk azon dolgozni. És egy maximum másfél óra alatt rengeteg oldódás történik, rengeteg önismeret történik, óriási harmónia, harmónia alakul ki a legproblemásabb dolgokkal kapcsolatban is, és minden megváltozik, tehát egy transformáció történik. Na, úgyhogy úgy, most azt szeretném kérni tőled, hogy egyrészt, hogyha erre, a, erre az első hét emberre jelentkezni szeretnél, akkor légy szíves meg, utána is lehet ülést kapni, csak akkor már nem, nem ingyen lesz, érted? De az első hét mindenképpen ingyen lesz, és cseré, nem is ingyen, nem ingyen, hanem cserébe azért, hogy adsz nekem visszajelzést. Hm? Tehát az, az kell, az a fizetség. Jó? Na, és akkor gyakorlatilag most az a kérésem, hogy, hogy most, most ahhoz most igyekszem mind, akár minden nap egy ilyen videót készíteni. Ö, én szerintem, hogyha így ezt tanultam meg ezen a vállalkozás fejlesztési kihíváson, hogy már még tart, tehát most is tanulom. Tehát azt tanultam meg, hogy a, ez a videókészítés, tudod, amikor így beszélsz a kamerába, ez ugye nagyon nehéz, de most nem érzem nehéznek, és tudod, miért nem érzem nehéznek? Azért, amit én az ő ismerettel kapcsolatban mondtam. Tehát, hogyha, hogyha én az, arról beszélek, ami van, és nem akarok másnak látszani, vagy nem akarok úgymond marketinget csinálni, vagy ilyesmi, hanem azt mondom el, ami éppen van velem. Ugye, mint ahogy tegnap az volt az őszinte, hogy leültem a chat gpt hez és csináltunk egy játékos posztot. Most, amit lehet, hogy megkaptál hírlevélbe, vagy a hangdala oldalon is meg tudod nézni a blogposztok között. És, és, nagyon élveztem egyébként, és akik látták, általában azok is élvezték, mert szerintem tök jó lett. Tehát ez egy őszintesség. És így videót készíteni is így nagyon könnyű, mert egyszerűen csak arról beszélek, ami van, vagy amilyen élményeim vannak. Én remélem, hogy ezt minden nap akár meg tudom tenni. Nem ígérem meg, mert hogyha nem tartom be az ígéretemet, akkor az fájdalmas. Úgyhogy azt mondom, hogy én remélem, hogy minden nap meg tudom tenni, és ha minden nap meg tudom tenni, akkor nagyon fogunk örülni. Ha meg éppen nem sikerül egy nap ezt összehozni, akkor se fogom megverni magamat. De, de akkor, de azért mindig beszámolok valamiről, amikor csak tudom. Most kialakult egy nagyon egyszerű módszer, ide dobom a számítógépet, a saját mikrofonját használom, mert rájöttem arra, hogy marha jól működik, tehát lehet, hogy majd webinárokat fogok neked tartani, az kis laptopnak a kis mikrofonján keresztül fog a zene is szólni, meg a hang, meg minden, mert egyszerűen nagyon jól működik, tehát azt kell mondanom, hogy wow, le a kalappal, le a kalappal, hogy milyen jó az a kis számítógép. És most akkor zárásként azt szeretném kérni, hogy írd meg a gondolataidat, a tapasztalataidat, hogy neked eddig miben segített a hangdala, vagy az éneklés miben segített, vagy az énekszondás akár a hangdalában, akár a hangdalán kívül. És azt is írd meg, hogy te miben szeretnél változtatni önmagadon, miben szeretnél fejlődni, gyógyulni, amiben vagy az ének segíthet neked, vagy ez az újraegyesülés a lelkeddel, amiről majd mesélek illetve a blogpostban, amit ez alatt a ennek a videónak a kedvét kirakok, annak a zajára fölrakom azt a videót, amit a kihíváson jelentette meg, és azonnal tele lett a naptárom, tehát ugrottak rá az emberek, és most már majd, azt hiszem már egy-két egy kivitel mind a tíz ülés megtörtént, és volt, aki már fizetősen jött hozzám, és holnap is lesz, nem, holnap után, holnap is lesz, igen, tehát hogy... So, sokan jelentkeztek, és nagyon élvezem egyébként, imádom adni ezt az ülést, neked is imádni fogom adni ezt az ülést, és nem csak az ülést imádom, hanem az ének tanítást is imádom, ami nem csak tanítás, hanem valóban ez ének terápiait együtt fejlődünk, együtt gyógyulunk, együtt alkotunk, együtt növekszünk, humorral, lendülettel, énekkel, szeretettel. Úgyhogy... Boldog Valentin napot, tudom, hogy tegnap volt, de vicces azt mondani, hogy boldog Valentin napot ma is. Jó? Teljen az életed, a szeretet és a boldogság jegyében. Elköszönök, leállítom a felvételt, és holnap folytatjuk. Jó? És várom a válaszodat.